Gyertyasorra a járda szélen a Baranyai Sásdon. Minden szentek és halottak napja alkalmából gyújtották meg ezeket a kis mécseseket helyi önkéntesek. Az akció 3 évvel ezelőtt indult. A Covid ideje alatt úgy gondoltuk, hogy valami fényt kellene vinni a szürke hétköznapokba, estékbe, itt a Minden Szentek ideje alatt. Sógornőmmel családi ötletből indult ez a gyertyagyújtás, és első évben még saját kis büdzsénkből, gazdaságunkból találtuk ki, vettük meg a gyertyákat, utána a következő években pedig a Sásdi Önkormányzat civil alapja támogatja a gyertyavásárlást. Ezen az útszakaszon 400 méteren keresztül húzódik a fénycsík, amihez mintegy 200 gyertyát vásárolnak évről évre. Erre a 400 méterre van elosztva ez a 200 gyertya, és akkor ezt így most csapatokba osztjuk el, ki a végéről, ki az elejéről indul, és akkor így gyújtjuk meg a gyertyákat estére. Este 5 óra, 4 óra akkor kezdjük, este 8-ig ég, mert ezek ilyen hosszantartó gyertyák, és akkor itt a temető útján, mert itt ez az út, ez a temetőhöz vezet, és akkor ez a temetőhöz vezető út mellett akkor még egy kicsit gyönyörködnek benne utazók. Figyelnek a biztonságra is, nem hagyják őrizetlenül a gyertyákat, illetve este 8 órakor eloltják mindet a napi akció végeztével. Az önkéntesek elmondták, hogy ehhez hasonló gyertyagyújtást az adventi időszakban terveznek a településen. Akkor karácsonyfát raknak ki az égő gyertyákból Sásd egyik terén.